Ebben a videóban az Agros 2D szoftverrel nézzük meg a stacionárus áramvezetési mintapéldánk megoldásának menetét. A szoftver elindítását követően az első feladatunk beállítani azt, hogy síkbeli a feladatunk, tehát planár, mesh type az maradhat háromszög, de ha valaki nagyon szeretne ezzel kísérletezni, nyugodtan próbálkozhat egyéb hálótípussal, illetve hálózóval. De a harmadik lépés a physical fields definiálása. Itt pedig a másodikat, az akusztika alatt ezt a current field, ez az áram, stacionárus áramvezetési feladat típusa. És itt láthatóvá válik a parciális differenciál egyenlet, amit megoldunk. Ez teljes egészében egyezik elektrosztatika feladat parciális differenciál egyenletével. A különbség itt a gradiens előtt ez a sigma, elektrosztatika esetén ez epsilon. De ugyanúgy az elektromos skalár potenciált használjuk, mint ismeretlen. Ezen kívül az összes többi beállítást hagyhatjuk az alapbeállításon. Ezt követően pedig következhet maga a rajzolás. Magát a geometriát egy Python script segítségével készítem el. A rajzolás menetét, hogyan kell a pontokat, tartományokat, vonalakat megadni, azt az elektrostatika, mint a példa videójában lehet megtalálni. Akkor a következő lépés az anyagoknak a definiálása. A new materiálnál kezdjük a titániummal, annak a vezető képessége az 1,789 ezred szer 10 a hatodikon. Majd pedig következzen a réz az 58 szor 10 a hatodikon, illetve a rézmangán az pedig 20,833 ezredszer 10 a hatodikon. Valamint akkor adjunk meg hozzá még a két peremfeltételt is. Az egyik peremfeltétel az maga az áram, a gerjesztésünk. Itt lehet látni, hogy ez a current density, tehát az áramsűrűség, amivel ezen a peremen, vagyis erre a peremre merőleges felületen történő gerjesztés, az nem más, mint a Neumann peremfeltétel, ahol én előírom a normális irányú komponensnek az értékét. Most hagyjuk nullára, azt kiszámoljuk a konzol segítségével. Ugye az, hogy kiszámoljuk ennek a peremnek a felületét, ugye 5 mm vastag a feladatunk, magassága az 36 mm, szorozva ugye az 5 mm-rel a mélységgel, az áramerősség az 400 amper, az áramsűrűség az pedig az áram osztva a keresztmetszettel, illetve hogy például a magnetosztatika példánál, a menetszám szorozva az árammal, osztva a keresztmetszettel lehet megkapni. Maga az áramsűrűségünk, az pedig az itt kapott érték lesz. Illetve az újabb peremfeltételünk, az pedig a feszültség, ugye itt a Dirichlet peremfeltételt látjuk, mint egyenletet, ott pedig 0 voltot írunk elő. És nagyon fontos, hogy még szükség van egy harmadik peremfeltételre, ezt nevezzük el Neumann peremfeltételnek. Szintén ugye az áramsűrűséget írom elő, de azt írom elő, hogy az áramsűrűség normális irányú komponense azon a felületen, vagy azon a peremen nulla legyen. És ezekkel megvagyunk, akkor adjunk hozzá tartományokat. Nagyon fontos itt is, hogy definiáljuk ezt a belső tartományt, ezt ne hagyjuk ki. És kijelölve a tartományt a space lenyomásával, lehet definiálni, hogy melyik milyen tartomány. A köztes tartomány itt a két rézmangán, a rész között pedig maradhat nanon. Tehát szépen definiáltuk a tartományokat, most adjuk meg a peremfeltételeket. Erre a peremre előírjuk az áramsűrűséget, tehát hogy az ott megadott 2,2 megaamper per négyzetméter áramsűrűség adja meg a normális irányú komponens értékét. Túlsó peremen 0 volt potenciált használunk. Azért célszerű ezt 0 voltra választani, mert amit itt ezen a peremen kapunk potenciál értéket, az lesz a feszültség, ez a két felület között. Tehát a feszültség esése ennek a söntnek. Kijelöljük a felső és az alsó peremeket, ennek a belső térrésznek a peremeit,
és ide előírjuk a Neumann peremfeltételt. És ezzel készen is vagyunk a feladatnál, célszerű ezt emelni. És ha ezzel megvagyunk, akkor elkezdhetjük a hálózást. Készen van a hálónk, és a megoldónk is végzett. Itt is javaslom, hogy ne innen nézzük le magának a potenciálnak az értékét, hanem itt a skalár mezőnél automatikusan lehet állítani a maximumot, és használjuk ezt a maximum értéket. Abban az esetben, ugye, ha erre a peremre nem 0 voltot állítottam be, akkor az itt lévő potenciál értéket ki kell vonni az itt kapott potenciál értékből, hogy megkapjam a feszültséget ez a két pont között. Megvan a feszültségünk, ismert az áram, igazából ki tudjuk számolni az ellenállást. Ugye R egyenlő U per I, és P egyenlő I négyzet szer R. Az ellenállásunk az pedig szorozzuk be 10 a hatodikonnal, így igazából mikroohmban kapjuk meg az értéket, ez 20,12 század mikroohm, teljesítmény az pedig 3,22 század wattot jelen. Ellenőrzésképpen megtehetjük, hogy kijelöljük az összes tartományt, és ellenőrizzük, hogy a joule lossnak mekkora az értéke. Azonban érdemes figyelni arra, hogy az itt lévő joule loss egységnyi mélységre vonatkozik. Ugye itt 5 mm-es a feladatunk, tehát azt a 6,423 x 10 a másodikon wattot, vagy 642,3 wattot be kell szoroznunk még 5 mm-rel, illetve ugye 1000-rel el kell osztanunk, vagy 5000-reddel is beszorozhatjuk, és így gyakorlatilag visszakaptuk az itt látható értéket. Majd ezt követően foglalkozzunk egy kicsit az eredmények megjelenítésével. Először is rajzoltassuk ki a vektorokat. A vektoroknál célszerű növelni a vektorok számát, illetve látva méretét, adott esetben az is lehet mondjuk kétszer akkora. És így lehet látni szépen, hogy a vektorok hogyan haladnak, milyen irányba. Ugye az áramsűrűség vektorok. Kontúrokat is rajzol ki magához a feladathoz. És ha megnézzük alaposabban ezeket a kontúrokat, kicsit növelek a vastagságán, bár ez jelentősen nem változtatta meg. A kontúrokra mindig merőlegesek az áramsűrűség vektorok. Tehát az összes kontúr esetén ennek teljesülnie kell.